Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, srácok, beszélgessünk, jöjjön Warframe Entráti Család. Históriájáról, ami elég régre és mélyre nyúlik vissza a warfilm történelemben. Továbbá, több közünk van nekünk, tenóknak hozzájuk, mint Margulishez egy bizonyos szempontból. Szóval, kik ők, mik ők, és honnan erednek, erről fogunk most beszélgetni, részben lefordítva azt, amit a Wikipédia ír, részben én mit gondolok, mi lehet, honnan jöhet, merre, hány, meddig ez az egész dolog. Szóval az Entráti családnak a története Albert Entrátinál indul, aki a feje volt ennek a családnak, éké mothernek volt az apja. Albert Entráti egy tudós volt, és az első, aki a Voidba utazott, vagy belépés nyert a voltban, nem őrült meg, tehát tudta kontrollálni az ott lévő eseményeket, de erre a megőrülésre visszatérünk már, mert az isolation Voltaknak ehhez is köze van. Szóval, ja, az entreti család, mondhatni, így volt az első, aki képes volt a vagynak az erejéből hasznot húzni. És anya, mother, ugye, volt az első, vagyis nem az első, volt az, aki megalkotta a szívet, amit a kis single playerbe fel kell szabadítani, vagyis ugye a questben, amit felszabadítunk, az egy szív, úgy utalnak rá, és hát úgy is nézett ki, mint a szív. Na most ez a szív, ez képes a vagynak az erejét kihasználni, és úgy néz ki, hogy ez, ezt az erőt vagyunk mi, tenók képesek használni. Tehát ez egy olyan, mint egy közvetítő, a Void erejének a közvetítője ez a szív, és mi tenók ebből vonjuk, uh, tudjuk az erőnket megszerezni, vagyis tudjuk irányítani. Ezért volt az a furcsaság, amikor a questben a szívhez körülmentő, ugye problém volt a szívvel, és ez az a furcsaság, hogy így Elhagyott az erő, mivel a szív nem úgy működött, ahogy kellett, nem tudtunk további void energiát felhasználni a warframe és ezért fosztott meg minket gyakorlatilag az erőnktől, életünktől és a többi. Na de ugye, amint felszabadítjuk a szívet és helyreállt a működése, így aztán azonnal visszanyertük tulajdonképpen az erőnket. Úgyhogy Demoson kérem szépen, egy igen-igen számunkra igen-igen fontos szerkezet van, hogyha arra kerül sor, hogy void energiát tudjunk felhasználni, vagyis eleve, hogy működtessük a warframe és ugye a void energiát átalakítva warframe képességekké tegyük azt, mint tenók. Úgyhogy igen, fontos helynek mondanám. Amíg meg nem jelent ez a, ez a történet, eddig csak utalások voltak az entráti családra, ugye a, a, a Warvidin, illetve a Second Dream questekben csak utalások voltak erre. De most, hogy így megjelent, és eddig azt hittük, ugye, hogy csak úgy szimplán a Void-tól kapjuk az energiánkat, hát nem csak szimplán tőlük kapjuk az energiákat, úgy néz ki, hogy a szív, ami démoson van, az közvetíti ránk ezt az energiát, és mi ezt az energiát tudjuk irányítva felhasználni, hogy így mondjam. Mert valószínűleg megkapjuk az energiát a Void-tól, csak igen nyersen, talán, és, és igen nehezen tudnánk akkor így felhasználni és irányítani. Viszont a szívnek a segítségével úgy néz ki, hogy irányítottabban tudunk működni ezzel kapcsolatban. Ugye a tenók, az Arimantén Zérónak, a, a, a hajónak mondjuk elveszett a vojtba, később megtalálták, ők ott túlélték, ugye nem őrültek meg, mint a felnőttek, mert ugye a voidba belemenve a felnőttek megőrülnek, nem őrültek meg, de képesek voltak azt az erőt használni. Na most a probléma ugye az volt, hogyha jól emlékszem a Lord hogy nem igazán tudták irányítani ezt az erőt. Ezért Margulis létrehozta a kis koporsót, szépen belerakta őket oda, ugye nem engedte, hogy az orokinéak megöljék a, 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 a tenókat, mert túl veszélyesnek ítélték őket, túl veszélyesnek ítélték azt az erőt, ami bennük van, és azt, hogy nem lehet irányítani, és... És ugye Bezár Margulis azt mondta, hogy nem, bocsi, megvédem őket, és ugye megcsinálták a koporsot, konkrétan egy álomba rakta őket, ugye, és, és azt mondta, hogy várunk vele, amíg kitalálunk valamit. És ugye kitalálták a Warframe-eket. A warframe ugye Infested Helmet Strain, a helmit Ágából születtek meg. De az infested vírus Helmit ágánból születtek meg. Ezért van a Helmut Chrysalis System, most már ugye, hogy keverhetjük a Warframe képességeket, mivel hogy egy infested vírus volt, amit beadtak ugye a DEX harcosaiknak, és belülük megszülettek a Warframe-ek. És onnantól kezdve, ugye a régi Lord történet szerint ez így püff véget ért, és akkor kiderült, ugye, hogy a, a akik Warframe-é változtak, azok megőrültek, gyakorlatilag, de viszont azáltal, hogy a tenók beférkőztek a gondolataikba, a tenók képesek voltak az erejüket fókuszáltan használni a warframe illetve elvenni a személyiségét, a tudatukat a Dex harcosoknak, ezáltal ugye nem váltak őrült warframe mint az Umbra. Az Umbra az egy... Az egy um, hát hogy is mondjam, egy sajátos történet, egy megosztott szimbiótikus párkapcsolatban van az umbra a tenóval. Viszont a többi a Warframe, nem éppen, mert a Tenó elvette a tudatokat, beleköltözött, eb, így mondva, a Void energiával, és a Warframe-en keresztül fókuszáton tudja használni a Void energiát olyan képességé, mint aminek az adott Warframe képessége van. De ez úgy néz ki, hogy ez több, mint amit gondoltunk annó, mivel hogy a Deimoson található szívnek is köze van ahhoz, ahogyan a Tenók irányítani, illetve felhasználni tudják a Void energiáját, közvetíteni azt a warframe és mindehez ennek úgy néz ki, hogy ennek a szívnek Deimoson működnie kell tökéletesen. És itt jönnek szóba, mielőtt még rátérnék a család bővebb történetére, itt jönnek szóba a nekromekek, ugye a mekek, amikkel lehet harcolni és bunyozni. Na most ezekben uh, mesterséges intelligencia volt, és védelemre szolgáltak. A család, nem is hogy család, ez egy klán volt Demoson. Az entráti klán inkább, mint család. Mostanra már csak a család részei maradtak meg. Uh, és a nekromekek ugye, ők voltak, akik védték um, ezt a, ezt a klánt, ezt a családot is deimos önmagát. amikor Deimos fertőzötté vált, rátérünk arra is, amikor Deimos fertőzötté vált, ezek a nekromekek némileg önállóak lettek, és azt, mondják, azt mondták, hogy hát mi mindent ki akarunk törölni innen, mert hogy ugye annyira védenék a programokban, benne, hogy védenék ezt az egész helyet, és ezáltal ugye a szív is megfertőződött, blablabla, bla, bla, a nekromekek tönkretették, saját öntudatra ébredtek egy kicsit, és minden ellen fordulnak, ami infestet. Hát mit nem ad az Isten, a warframe infesztedek, és ezért a nagy ellentét. Szóval az tisztázatlan igazából, a vikin is meg úgy mindenhol néztem, tisztázatlan hogyan lett fertőzött a család, tehát a háború alatt után lett fertőzött Deimos, és ugye esett el a fertőzettségnek, de a kis történetek Alapján, amiket uh, feloldunk, miközben szinteket lépünk az Entráti családban, ugye uh, kivehető, hogy a fiú volt az, aki um, hát megfertőzte valahogy a bolygót és a családot, és ez nem igazán tetszett uh, senkinek, így a család igen-igen igen húzva lett, mindenki ment a maga útja felé. De a Lord történet szerint, és kis történetek szerint, amiket ott mesélnek egymásnak, um, azok szerint a fiú volt az, aki végül elindította a fertőzést az egész bolygón, kb. És, és még pedig azért, mert úgy hogy nem kap elég figyelmet az édesanyjától és az édesapjától, de cserébe, hogy ezt ő megcsinálta, még jobban kitagadták őt. Ahogy haladunk a történettel, észrevettétek minden bizonyja, hogy ahogy lépitek a szinteket az entráti családban, mindegyik karakter kap egy nevet. Na most ez azért hívták őket csak anya, apa, fiú, lánynak, mert hogy a hive mind, vagyis az infesztennek a központi tudata megfosztotta őt, őket valamilyen szinten a személyiségüktől, nevüktől és egyítette őket ugye a, a magával, a és ahogy lépegetjük a szinteket, úgy adjuk vissza nekik a személyiségüket és a neveiket, és ezért vannak ezek a kis dialógok, hogy visszaemlékeznek arra, hogy milyenek voltak ők valamikor. Értem, hogy beszélek az isolation voltokról is, szóval az isolation voltok olyan helyek voltak, ahol a voidba bemerészkedő, klántagok, családtagok mondhatni úgy voltban memelészkedő tagok visszatértek és elzárták magukat ezekbe a páncélszekrényekbe mind addig amíg az őrületből kigyógyultak, hát volt aki nem gyógyult ki és volt aki kigyógyult az őrületből, de az Entrati család volt az első, aki sikeresen tudott expedíciókat szervezni a Voidba, és onnan visszatérni különösebb a problémák nélkül. És hát mégis erre szolgáltak, az első voltak, és ezeket fosztjuk ki mi nap, mint nap. Szóval ennyi, ennyi lenne így elsőre röviden, tömören az Entráti családnak a története, és egy új fény derült arra, hogy honnan jön a mi erőnk, hogyan tudjuk felhasználni, hogyan tudják a warframe felhasználni. Tehát nem csak nyersen belemegy, és mi a warframe is ő általuk keresztül használjuk, hanem úgy néz ki, hogy ennek a szívnek, ami ott van, igen sok köze van hozzá. Kezd összeállni lassan a kép, kezd összeállni a három ellenfél hogy úgy mondjak, és csak három, mert itt a Greenir meg a, a, meg a korpus azok csak bábuk lesznek ebbe a játékba, túl sok közük nem lesz, hogyha majd a New war kerül a sor, jönnek a sentientek, az Infested, és mi, a Tenók, ennek az egésznek a közepén el leszünk, mert a valódi ellenfelek, nem a korpusz, nem a grinér. Uh, ők csak játszák a kis játékaikat magukkal, de itt a, az Infested és a Sentient és mi warframe Tenok, uh, vagyunk ennek az egésznek a központjába, és mindenki a saját céljáért felel. Ezek közül én magam személyesen úgy gondolom, hogy ezek közül talán a legtisztább és legmegérthetőbb cél, azok az infeszteleknek van. Ők élni, csak élni akarnak, és természetesen szaporodni ezen a szempontból. Így az ő céljuk számomra a legletisztultabb és legjobb ebből a szempontból. Csak hódíts meg a világot azért, hogy élhess című történet. A szentetet kb. viszont bosszút keresnek a tenókon gyakorlatilag. Pedig a tenók voltak azok, akik megölték az orokiniakat. Szóval egy rég letűnt a bosszújára vágynak, körülbelül a szentientek. A tenók azok csak, azok azt se tudják, hogy mit akarnak. Ezen az, a, ez az, pont még mindig ugye gyerekek, nincs nekik ott lótusz, nincs senki semmi, amit mondjon, csak lopnak, ölnek az egész, hogy is mondjam, naprendszerünkben, legyilkolnak Grinyeltől, Korpusztól, el, Infestettől, minden csak, hogy életben maradhassanak, mint olyanok, annak a tenók és a mint az elszabadult, nem tudom, ilyen vad falka, aki csak végig szánt uh, ugye ezen a uh, uh, galaxison, és, és, senki nem tud az útjukba állni, hogy megállíts őket. Pedig, hogyha valakinek meg kellene lennie állítva azok a tenók, és most megállítás alatt nem fogja azt mondom, hogy megölni őket, de uh, befogni őket, és egy civilizáció vá alakítani őket esetleg, mert így uh, csak bérelt harcosok vagyunk, vagy éppen gyilkológépek. Na mindegy, ez az én véleményem. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet a következő videóig. Sziasztok!